Új és egyedülálló nemzetközi bíróság úgynevezett hibrid törvényszék felállítását javasolja az EU tagállamok igazságügyi minisztereinek egy csoportja annak érdekében, hogy az orosz vezetőket felelősségre lehessen vonni az Ukrajna elleni katonai agresszió keretében elkövetett háborús bűncselekményekért, derült ki az uniós tárcavezetők pénteki stokholmi nyilatkozatából. Az igazságügyi miniszterek találkozóján felmerült kérdés előzménye az Európai Bizottság tavaly novemberben tett kettős javaslata annak áthidalására, hogy Oroszország nem ismeri el a hágai nemzetközi büntetőbíróság joghatóságát. A bizottság első javaslata nemzetközi különbíróság felállítása, míg a második egy nemzeti jogon alapuló, ám nemzetközi bírákkal felállított hibrid különbíróság létrehozása volt. Az egyedülálló törvényszék ötletét hivatalosan is támogató Németország külügyminisztere Anna-Lena Baerbock még januárban azt javasolta, hogy a bírói testület létrehozása az ukrán jogon alapuljon. A politikus elismerte, nem biztos, hogy létrehozását követően azonnal a bíróság elé állíthatják Volodymyr Putyin orosz elnököt, Mihail Misustin miniszterelnököt és Szerhé Lavrov külügyminisztert, mert hivatali idejük alatt különleges mentelmi jogokkal rendelkeznek. Bayerbock javaslatát nyilvánosan eddig csupán Franciaország támogatta. Már folynak a tárgyalások a partnerekkel a vadászgépek és nagy ható távolságú rakéták Ukrajnába történő átszállításának lehetőségéről. Most már a megbeszélések felgyorsításának módjáról beszélünk. Jelentette ki szombaton Mihály Lópodolyák, az elnöki hivatal tanácsadója egy televíziós műsorban. Adta hírről az Erbeka Ukrajna hírportál. Podolyák elmondta, Partnereink megértik, hogy feltétlenül szükségünk van vadászgépekre a gyalogság és az általuk átadott harckocsik fedezéséhez. Hasonlóképpen az orosz hadsereg kulcsfontosságú eszközének, a tüzérségnek drasztikus csökkentése érdekében rakétákra van szükség. Már folynak a tárgyalások, fogalmazott Mihály Podolyak. Az ukrán gazdák a háború miatt nem használhatják a vetési területek közel 25%-át. Tájékoztatott Tarasz Visocki, Ukrajna Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Miniszterének első helyettese. Számolt be az Ukrinform. Hozzátette, a megszállt területek felszabadítását követően sok időt vesz igénybe majd a területek aknamentesítése és tisztítása. Több hónapra, de akár egy évre is szükség lehet ahhoz, hogy újra használhatóak legyenek. A területek másik részét a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem lehetett bevetni, mondta Viszocki. Egyben megjegyezte, hogy az előzetes adatok szerint az Ukrajna által ellenőrzött területeken lévő gazdaságok összes kategóriájának várható vetés területe 2023-ban 21,8 millió hektár, ami 6,8 millióval kevesebb a korábbinál. Az agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter arról is beszámolt, hogy a gazdák fő problémája továbbra is a drága logisztika és az energiaválság. Az alternatív fűtési és világítási eszközök helytelen alkalmazása miatt egyre gyakrabban történnek tragédiák. Ezen eszközök nem megfelelő használata miatt mindössze két hónap alatt több mint 800 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést. A baj elkerülése érdekében ellenőrizzék, hogy megfelelően használják-e a generátort, közölte az Állami Katasztrófa Védelmi Szolgálat sajtószolgálata. Ezzel kapcsolatban a szolgálat ismertette az ilyen eszközök alkalmazása során kötelező biztonsági szabályokat. A generátort csak szabad téren szabad csatlakoztatni. A távolság a generátortól az ablakokig és ajtókig legalább 6 méter kell legyen. A távolság a faltól és minden olyan tárgytól, amely meggyulladhat, legalább 1 méter kell legyen. A generátort esőtől és hótól védő, érintésmentes lepellel kell akarni. Ehhez nem szabad plédet, szőnyeget használni. Kötelező a szénmonoxid érzékelő beszerelése az épületben